zöld falak olyan vertikális felületek, melyeket növények nőnek be. Sokféle megjelenési és kiültetési formája létezik, de mindegyik közös jellemzője, hogy függőleges növényfalat alkot. Lehet nyírt, futtatott vagy ültetett. Megjelenhet falakon, épületek homlokzatán, térrel választó növényfalként, szoborként és újabban reprezentatív belső terek díszeként. A zöld falak kialakulása már az ókori kultúrákra visszavezethető. Térhatároló felületként használták a hellén kultúra labirintusaiban, majd a középkorban a különböző magasságúra nyílt sövények és reprezentatív lécrácsra futtatott rózsák formájában. A reneszánsztól a zöld falak nagyobb hangsúlyt kaptak a kertekben. Megjelentek a növénnyel befuttatott különböző kerti építmények a kert hangsúlyosabb pontjain. Már akkoriban sem szerették a csupasz falakat, és igyekeztek eltakarni őket sövénnyel vagy futónövényekkel. A barokkorban a főbb sétányokat magas gyertyán sövények szegélyezték, és egyre bonyolultabb kerti építményeket futtattak be. Megjelennek a változatos alakúra nyírt növényszobrok, ahol a növényeket mesterségesen különböző alakzatokba kényszerítették, ami ezelőtt Európában nem volt jellemző. A tájképi kertekben elfordultak a túlzott szabályosságtól, és egyre inkább a természetközeli kertek lettek a mértékadók. Így a növények burjánzása a kertekben alapkövetelmény lett. A 20. század újító szellemisége által a kertépítészetben is új anyagokat, felületeket használtak, és a növénynemesítések által különböző hatású kerteket hoztak létre. Ez az újító szellemiség alkotta meg a 21. századra a zöld falakat, zöld homlokzatokat. Legfontosabb alakja a francia származású Patrick Blanc botanikus, akiben a trópusi erdők fáinak törzsén élő növények ihlették meg a vertikálisan ültetett zöld falat. Első zöld falát 1988-ban építette Párizsban, majd ezt számos zöld fal követte szerte a világban. Szállodákban, múzeumokban, bankokban, boltokban, kávézókban, éttermekben, bevásárlóközpontokban és magánszemélyek részére építette.